A tavaszi szezonban még veretlen Győr, ahhoz a Kaposvárhoz látogatott, amely kimondottan rossz formában van, hiszen Trukner László együttese legutóbbi 4 mérkőzését egymás után elveszítette. A Kaposvár a 9., a Győr pedig a 3. helyen várta ezt a kört. Szerint Stanic vezetgeti a labdát, lő, és bevédi Stevanovic. Vezetnek a hazaiak 4 óra elteltével. Merész gondolat volt a szerb régióstól, akinek ez a második találata a szezonban, de ez nem lett volna gól, hogyha nem alva nézi végig a labda röppájáját, annak útját a kapuban Stevanovic. Oda megy gyakorlatilag, ahol áll, de ügyetlenül nyúlt most érte, és ezzel vezet a Kaposvár. A szünetben 1-0 az állás. A Kaposvár ugye legutóbb hazai pályán a Videótontal, előtte pedig az MTK-tól kapott ki 2-1-re, illetve 3-1-re. Egy surranós kis lövés, szűk egy óra elteltével King próbálkozott, aki a Fradinak is éles szögből tudott gólt szerezni az előző körben. Ez pedig a 69. perce a találkozónak. Babics középre. Egy fejes, ami megpattan, 1-1 az állás. A román Nikorek jött középen. Petrókont pedig irányt változtatott a fejes. Nikorek a 20. mérkőzésén az 5. találatánál tart. Ez a mozdulat csapja be a kapust. Egy-egy tehát az állás, Milinte itt már kiszolgáltatott helyzetbe került. Alig több mint 10 perc elteltével King szabadrúgásra, surranós lövés, és egy óriási nagy gól. A 80. percben 1-2 az állás, a 11. gólját szerezte ezzel Tármó King. A kapufáról pattan át a másik oldalra, ennél jobban ezt nem lehetett volna helyezni, miközben elemi erő is volt King lövésében. És ha egy üzlet beindul, mindössze 6 perccel később, 86. perc, kihozhatná a labdát Petrók, de elveszíti King. Egyszer jobbra, egyszer balra, és még egy nagy gól Kingtől. Szenzációs formában futballozik most már hetek óta Tármó King. Az észnek ez a 12. találata, és ezzel eldől a mérkőzés. A Kaposvár zsinórban 5. mérkőzését veszíti el, a Győr pedig őrzi tavaszi veretlenségét. Pintér Attiláék továbbra is 3., és marad a lépés előny az üldözőköz képest, vagyis minden esély megvan az Európa Liga indulásra.